Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. Rendkívüli testületi ülést tartunk öt képviselőtársunknak az indítványára. Kettő napirendi pontot tárgyalunk meghívók alapján. Az első napirendi pont azt mondja, városnappal összefüggésben keletkezett minden szerződés dokumentum bizonylat bemutatása a Bakasáru ügyvezető által, aki a Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Második napirendi pontunk pedig a városnap megszervezésének pénzügyi felülvizsgálata. Mielőtt megszavaznánk a napirendi pontokat, kettő jegyzőkönyv hitelesítőt szeretnék felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésre. Vikman József képviselőtársamat és Jámbor Attila képviselőtársamat szeretném, aki egyetért, kérem készfenntartásra jelezze. Köszönöm szépen egyhangú. Azt mondja, napirendi pontok, egyéb napirendi pontot nem veszünk föl, mivel rendkívüli testületi ülés van, ezt a kettő napirendi pontot tárgyaljuk. A napirendi pontok előterjesztőjének Bakasár, illetve jó magam vagyok megjelölve. Nem tudom, hogy az ügyvezető asszony az első napirendi ponttal kapcsolatosan kíván a szóbeli kiegészítést tenni. Köszönjük szépen, a polgármester úr. Igyekezzük egy olyan dokumentumot eljutatni még a mai nap folyamán a képviselőköz, amiben fel van tüntetve, hogy melyikhez van szerződés, illetve melyiknél egyáltalán releváns vagy irreleváns, és illetve bizonylat, milyen bizonylat, és a bizonylatokat is beszkennelve átküldtük. Ugye jelenleg három bizonylat van, ami a városnaphoz köthető. A szerződések mind itt vannak, úgyhogy betekintésre azt átadom, és nem tudom, ehhez kapcsolatban milyen kérdés van. Köszönöm szépen, igazgató asszony. Szóval, ha jól tudom, mai nap délután folyamán e-mailbe kapták meg a képviselő testület tagjai. Én még nem voltam otthon, őszintén leszek hozzátok. Szerintem van pár képviselő rajtam kívül, aki még nem tudott találkozni ebben az e-maillel. Ezért azt gondolom, hogy ha ez írásos formában megvan, akkor arra kérem a ügyvezető asszonyt, illetve jegyző asszonyt, hogy ezt a képviselők kapják meg. Amennyiben ebben most döntés kell, hogy szülessen, én azt gondolom, hogy ezzel a beszámolóval kapcsolatosan egy teendőnk azért van. Tehát a beszámolót az ügyvezető asszony elkészítette, képviselő indítványa, Polk Imre képviselőtársam indítványozására. Ez most megjött. Ezt most mindenki nem kapta meg írásban. Én azt gondolom, hogy határidőt nem szabtunk, illetve Imre a képviselőtársam. Hogy azt gondolom, hogy tehát ha jól emlékszem, akkor egy hetet kapott az ügyvezető asszony arra, hogy ezt az anyagot összeállítsa. Én azt gondolom, hogy ha nem úgy van, akkor segítsenek ide, hát a jegyzőkönyvben meg tudjuk nézni, vissza tudjuk nézni, mennyi idő lett arra meghatározva, hogy ezeket a dokumentumokat az ügyvezető asszony a képviselő testületnek ezt bemutassa. Mivel hogy az igazgató asszony elmondta, hogy ez szóban kiegészítette, én hozzátettem azt, hogy magam sem láttam én ezt az írásos anyagot. Most, ami itt van, azt meg tudjuk nézni. Az a kérdés merül fel, hogy így ebben a formában most erről tudunk-e beszélni, tudunk-e tárgyalni, van-e egyáltalán erről tárgyalni valunk, illetve a kérés az volt, hogy ezeket mutassa be, és ezeket ugye akkor a képviselő testület tagjai, hogyha kívánják, fénymásolatban megkaphatják, elvihetik, tanulmányozhatják, joga van hozzá, viszont ahhoz nincs, hogy másnak ezeket kiadjuk, és ezeket másokkal, ezeket az adatokat közöljük. Elnézést kérek, igazgató azt, hogy még egyszer odaadom a szót, és akkor tessék. Igen, pontosítani szeretnék. Ugye egy kérés volt irányomban, ez a 2018-as év első félévi beszámolója, minden azzal a mélységig, ahogy Polk képviselő úr mondta, el is készítette a könyvelő. Ez nem a városnapra vonatkozott, azt egy hetet szabott a testület, én azt múlt pénteken átadtam a jegyzőnek. Viszont ez a bizonyos kérés, ez nem tárgya a mai testületi ülésnek. A mai testületi ülésnek a tárgya a városnap. A városnappal összefüggésben keletkezett összes dokumentum, hogy ez még a múlt heti testületi ülésen sem volt került szóba, hogy ezt majd egy hét múlva a városnappal kapcsolatosakat elő kell készíteni. Természetesen én megkaptam a meghívót pénteki nap, hétvégén az ünnep alatt dolgoztam,
tegnap szabad napom volt ennek, úgyhogy a mai napon tudtam elkészíteni. De természetesen, tehát a két dolog az nem függ össze, és ezt kérem, hogy fogadják el. Rendben. Pól Imre képviselőtársad. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy röviden a Bakasáron mondani, ügyvezetőasszony mondani valójához, hogy tudjuk azt, hogy ez a harmadik nekifutásra sikerült, hogy ide kerüljön. Tehát én ezelőtt kértem az ügyvezetőt kettő alkalommal, hogy szíveskedjen ezt elkészíteni. Majd az utolsó testületi ülésen kértem újfent ennek az elkészítését, és kértem, hogy egy héten belül, aminek a határideje hétfőn járt le. Tehát gyakorlatilag nem véletlenül kértem azt, hogy egy héten belül, azt szerettem volna, hogy a képviselő társaim mindannyian ezt át tudják nézni, és értékelni tudják ennek a beszámolónak a lényegét. Természetesen én is azt fogom javasolni, hogy ezt vegyük le ma napirendi pontról, illetve hát nincs is napirendi ponton valójában, tehát ne tárgyaljuk ma. Annál is inkább, mert elsősorban a pénzügyi bizottságnak kell ezt tárgyalni, majd utána fog ez testület elé kerülni, tehát a következő testületű ülésen fogjuk ezt tárgyalni. Azt nagyon-nagyon nem értem, hogy azt mondja az ügyvezető asszony, hogy az egyhetes határidő ellenére ő neki ezt ma sikerült elkészíteni. Nem nagyon értem, meg azt se értem, hogy miért pénteken adta ezt le, tehát valamit itt kicsit ellentmondást érzek a dolgokba, és úgy érzem, hogy nem igen akarózott ez valamiért idejönni, de hát ezt majd a képviselőtestület eldönti, hogy áttekintés után, illetve miután pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadja év vagy sem. Ennyi lett volna ehhez a hozzáfűzni valamit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy pillanat már is azt mondja, hogy egyetlen megjegyzést tennék hozzá. Elméletileg ugye ezek majdnem tekel e-mailbe. Tehát ma vannak ott a képviselőknek ez az anyag, amiről most itt beszélünk, ezek a szerződések, meg ezek a bizonylatok, amiket kértek, hogy bemutatásra legyen. De ezek most nem tudom, itt vannak írás írott formában is, tehát itt vannak írott formában, megkaptuk. Azt, hogy a fél éves beszámolót, amit kértünk, először azt teljesen ettől külön kell választani, ezt külön is beszéljük. Így van, arra nem egy hetet kapott az ügyvezető azt, hogy egy hét alatt adja le a fél éves beszámolót, mert egy fél éves beszámolót elkészíteni úgy, hogy közben egy augusztus 20-ai ünnepség, amire fel kell készülni, és múlt héten kedden volt testületi ülésünk, és közben van egy ünnepünk, én azt gondolom, hogy az felületes lenne. A következő testületi ülés, hogy a képviselőtársam javasolta, a pénzügyi bizottság elé kell, hogy kerüljön, pénzügyi bizottság meg kell, hogy tárgyalja, és akkor a képviselő testület elő kell terjeszteni, és akkor kell ezt tárgyalni. Az két külön dolog, ahogy a Pól úr is említette ezt, meg ahogy az igazgató azt is említette, ez két külön dolog. Most erről beszélünk, hogy ugye bekértük az előszerződéseket, illetve szerződéseket, szerettétek volna látni, illetve azokat az ügyiratokat, ami ebben a városnappal kapcsolatos most. És az... Igen, akkor odaadnám újra a szót. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Én már kénytelen voltam a múlt héten a testületi ülésen ezt kérni. Előtte kétszer jeleztem az ügyvezető asszonynak, hogy a testület szeretné látni a fél éves beszámolót. Tehát ne csúszunk át ezen, hogy közben ünnep volt meg egyéb, mert több hét tellett el. Köszönöm szépen. Igen, de bocsásson meg, képviselőtársam. Semmi baj nincs, tehát arról, én csak helyesbítés véget. Tehát arról beszélek, hogy a fél éves beszámolót, a fél éves beszámolóra arra, én azt hiszem, hogy nem arra adtuk az egy hetet a fél éves beszámolóra, hanem erre. Igen, de arra. Igen. Jó, akkor még egyszer megadnám a szót az igazgató asszonynak, hogy szeretném pontosítani. Pol képviselő úr azt mondta, hogy harmadszorra futott neki. Az első két nekifutása, amiben ő személyesen, mint képviselő kérte egyszer itt a Városháza előtt, másrészt, mint telefonon, és mikor harmadszorra kérte a testületi ülésen, és egy hét határidőt szabott meg, hétfőn, én pénteken a jegyzőasszonynak a hivatalába leadtam a Pol képviselő úr által kért adatot. Kértem, hogy a jegyzőasszony azt vegye ezt a dokumentumot át tőlem pénteken, mert tudtam, hogy hétfőn augusztus 20-a van, és én hétfőn iktatásra beérkeztették azt a dokumentumot, amit a Pol képviselő úr kért,
az első fél éves pénzügyi beszámolót azzal a mélységig, ahogy ő kérte. Még mielőtt a könyvelőt én megkértem, beszéltem vele telefonon, hogy milyen mélységig kéri, ő elmondta, hogy milyen mélységig kéri, ezt a könyvelővel én közöltem, és ő ezt eljutatta nekem. Ez az egyik. Viszont ez ma, még egyszer mondom, hogy ahogy én értelmeztem, ez a mai napi rendi pontok között nincs felvéve, amit a városnappal összefüggésben kérte a testület, azt viszont rendkívüli testületi ülésre hívta össze, annak a meghívója pénteken érkezett, és én arra a mai nap készítettem el azt a segédanyagot, amivel szeretném, hogyha minél tisztában lássanak, elhoztam az összes dokumentumot, a rendezvénytervet, a biztonsági tervet, a meteorológiait, a marketing tervet, a pénzügyi beszámolót, az összes szerződést, és készítettem egy táblázatot, amivel ez az egész értelmezhető, vagy könnyebben áttekinthető. Tehát még egyszer ismétlem, nem követtem el mulasztást, egy hét előtt én 4 nap után adtam le a dokumentumot, érkeztette a hivatal, az, hogy nem került ma a napirendi pontok közé, az nem az én felelősségem. Természetesen állok rendelkezésre bármikor, örülök, hogyha azt a céget, amit vezetek, ami hál' Istennek az első fél évben is nyereséggel zárt, mások is ugyanúgy szeretnék megnézni. Úgyhogy én most kérem, hogy a napirendi pontok a összefüggésben, amennyiben van bármilyen kérdés, betekintés, szívesen állok rendelkezésre, és be tudom mutatni, elhoztam mindent. Köszönöm szépen. Akkor egyért összegezve, tehát pénteken rendelkezésre állt a hivatalnak, illetve a hivatalba lekerült. Ezt a tegnapi nap folyamán ki lehetett volna kérni, meg lehetett volna nézni. Azt gondolom, hogy most ugye erről tudomásom van a képviselő úrnak, a hivataltól el kell kérni a beszámolót is, meg kell nézni, és akkor föl lehet tenni a kérdéseket. Ezzel a mai napirendi ponttal kapcsolatosan, az első napirendi ponttal, hogyha valami képviselőtársának van még hozzáfűzni valója, akkor hallgatom. Pól úr. Szépen. Hát ezt is sajnos elég későn kaptuk meg, alpolgármester úr. Én személy szerint igazából most látom. Én nem voltam otthon egész nap, állítólag ez át van küldve e-mailbe. Én itt helyben kaptam meg a Városnap 2018-as rendezvénynek a költségvetését, illetve a költség összeállítását. Egyetlen egy dolgot szeretnék előre bocsájtani. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a civil szervezeteknek az összefogását, köszönjük szépen a munkájukat. Én úgy gondolom, hogy nagyon tisztességesen végzik a munkát. Én nekem ez ellen úgy gondolom, többi képviselő társammal együtt semmilyen kifogása nincs. Alapvetően az ellen viszont van kifogásom, hogy 2018-ban készült egy költségvetés, ami az önkormányzati költségvetés, amiben gyakorlatilag a városnapnak a költségeit elkülönítettük. Látható volt, hogy a teljes 2018-as évre 6 millió forint van elkülönítve, amiből ezeket a rendezvényeket meg kell rendezni. Én úgy gondolom, hogy most ugye augusztus végét írjuk, idestova, és július végéig semmilyen jelzés nem érkezett, hogy ez az összeg, ez kevés, ami gyakorlatilag a költségvetésbe rendelkezésre áll. Majd kaptunk az ügyvezető asszonytól egy költségvetést, hogy mennyibe fog kerülni a városnak. Itt szeretném hozzáfűzni, hogy a képviselőtestületnek semmilyen érdeke nem áll abba, hogy a városnapot ne rendezzük meg. Igenis, a képviselőtestület meg akarja rendezni a városnapot, hiszen a képviselőtestületnek ugyanolyan fontos ez, mint a város lakosságának. Hát azokkal a hírekkel szembe, hogy nem lesz városnap, mert a képviselőtestület ezt szabotálja, vagy nem adja meg a pénzt, vagy bármi egyebet, szeretném elmondani a kedves tévénézőknek, hogy erről szó sincsen. Hát a képviselőtestület minden évben, és ebben az évben is támogatja a városnap megrendezését. Az egy teljesen más dolog, hogy a képviselőtestület valamilyen formában kényszerhelyzetbe van szorítva, azzal, hogy 2-4-6 héttel előtte
maximumot étel előtte, szerez tudomást arról, hogy ez a városnap megrendezése milyen összegbe kerül. Én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű rákenni a képviselőtestületre azt, hogy nem akarja megadni az összeget, pedig ez nem így van. A képviselőtestület egyetlen egy dolgot szeretne, egy korrekt elszámolást, és azt szeretné, hogy mielőtt ügyvezető asszony bármilyen lépést tesz, mondjuk áprilisba, akkor legyen szíves, jöjjön a képviselőtestülethez, jelezze ezt a képviselőtestületnek, hogy ilyen és ilyen költség fedezetre van szüksége a városnap megrendezésére. Tehát humorosan mondhatnám azt, hogy ne üljünk már fordítva a lovon, tehát először kérjük meg hozzá a fedezetet, és utána kezdjük el a megrendeléseket, a beszerzéseket. Nem pedig először a beszerzéseket végezzük el, aztán jövünk a képviselőtestülethez, hát ez nagyon sokba kerül, és kérem a képviselőtestületet, hogy pótolja ezt 3 millió egy néhány százezer forinttal. Ez nem működik. A képviselőtestület azért van itt, hogy ezeket a döntéseket időbe tudja, és ezeket a döntéseket időbe meg tudja hozni. Jelzem azért, hogy 2017-ben ugyanez a szituáció volt, akkor is az utolsó pillanatban kaptuk azt a jelzést, hogy kevés. Akkor is támogattuk. Az utolsó héten volt egy megbeszélésünk, ahol az ügyvezető asszony azt jelezte felénk, hogy 2 millió 960 ezer forint helyett 1 millió 900 ezer forintból ki tudja hozni a városnapot, tehát a plusz támogatásra értem ezt, félreértés ne essék, mert ezen felül van neki 2 millió 135 ezer forintja, ami a költségvetésbe erre a célra el van különítve. Ennek vagy ezzel szemben, ami a múlt héten történt, most látok itt egy irományt, 2.424.731 forint hiányról. Tehát én majd itt segítséget fogok egy kicsit kérni, mert nem értem az egészet, tehát soha nem ugyanazok a számok vannak, hetente változnak ezek a számok. Én elhiszem, hogy az ügyvezető asszony jól gazdálkodik, én elhiszem, hogy képviselni próbálja teljes mértékben azt, amit csinál, de próbáljunk meg azok a keretek között maradni, ez az én magánvéleményem, amit legalább egy héttel előtte megbeszélünk. Természetesen még egyszer visszatérek arra, ami történt, hogy pár héttel rendezvény előtt kapja meg a képviselőtestület a segédkiáltást, hogy hoppá, figyeljetek ide, ennyi pénz hiányzik. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy a képviselő úr, jelzem, hogy az előző testületi ülésen ez a csökkentett, erről már tárgyaltunk, amivel ugye azokat a rendezvényeket, amik lehúzhatók, ez megtörtént akkor, és akkor egy csökkentett igény bejelentés történt azon a testületi ülésen, amikor itt tárgyaltunk, mindannyian itt voltunk. Valószínűleg, hogy ugye még megfésülve ez még csökkent, mert akkor 2,5 milliós nagyságrendről beszéltünk, most 2 millió 400, bocsánat, 6. Egy hete beszéltünk 1 millió 900 ezer forintról. Tehát két, bocsásson, a képviselő, hadd mondjam végig, azt mondja, hogy tehát volt kétféle vált, A és B verzió volt. Az A verziónál volt az, amikor 2 millió 500 ezer forint környékére ment le az a költség, ami eredetileg volt ugye 5 millió 747 ezer. És volt egy B verzió, amikor ugye még csökkentettük a résztvevők, a szereplőknek a számát, és az volt 1 millió 901 néhány ezer forint. Ha nem így van, akkor helyesbítsetek, de én azt gondolom, hogy ez így volt. És most pedig ugye van egy újabb verzió, amiben azt látjuk, hogy van összességében egy kimutatás, ugye az ügyvezető asszony, igazgató asszony ide tette elénk, 2.424.731 forint az, ami ez a rendezvény, az, amit fel van sorolva, ez hiányzik hozzá. Erről kell a testületnek dönteni, hogy ezt az összeget biztosítja a non-profit Kft-nek, illetve ezeket a rendezvényeket, amik fel voltak már a múltkor is tüntetve. Ezekkel a csökkentett formában, ami itt van, hogy elfogadja-e, támogatható-e vagy sem. Azokkal az ismeretekkel, amiket ugye a múltkor is már alaposan kivesézett a testület, hogy erre a rendezvényre azok a pénzek rendelkezésre állnak már,
egy másik forrásból majd, és a következő év terhére, de szerintem ezt már a múltkor annyira körbejártuk, hogy azt gondolom, ezt már mindenki tudja kívülről. Igazgató asszony, elnök asszony, öné a szó. Emlékszem a csökkentetre, és most meg is kérdeztem Sárától, ami a pluszt képezi, hogy 2,4 millió lett, a csökkentetből ki volt hagyva a tűzi játék és a sörpadok. Valószínűleg a sörpadokat másképp nem tudtad megoldani, hogyha azokat összeadjuk, az egészíti ki az 1,9 millió, tehát a csökkentetben a tűzi játék meg a sörpad nem volt benne. Mondom, Pol képviselőtársamnak. Köszönöm szépen. Ez maradt bennem. Tehát most arról kell dönteni a testületnek, hogy most arról kell dönteni a testületnek, pontosabban, ugye most átcsúsztunk a második napirendi pontra, becsúsztunk a második napirendi pontra, mert az elsőt még nem zártuk le. Tehát az első, bocsássatok meg, tehát én azt gondolom, hogy térjünk vissza az első napirendi pontra, egyszer azt tegyük helyre, zárjuk le, ha le tudjuk, és utána pedig térjünk át erre a részére, erre a matek részére, amit ugye itt a második részéről szól. Igen. Igazgatott, hogy még egyszer a szót, és akkor nézzük. Csak annyiban szeretnék válaszolni, hogy teljesen egyetértek a képviselő úrral, hogy nyilván megfelelő fedezethez kell igazítani, tehát nem kell a lovon hátrafelé ülni, és csak ne felejtsük el, ahogy az alpolgármester úr is említette, hogy itt gyakorlatilag tavasz óta egy megnyert pályázati forrást is beszámítottunk a városnapi rendezvény költségei közé, amit nyilván különböző szempontból, ha nézzük, ki másként értelmez, most nem tudjuk felhasználni. A fedezetre álló 3.690.000 forint, ami fedezetül szolgált a városnapnak, csak addig a mértékig írtam alá szerződést. A polgármester úr jóváhagyásával, a támogatási szerződéssel, amit ő írt alá, aminek alapján a díjbekérőt, az első bizonylatot, amit itt mellékeltem, az 1.270.000 forintot, én átutaltam ennek a cégnek. Tehát a felelősséget természetesen értem, vállalom, és egyet is értek volt képviselő úrral ebben. Tehát a további mérték, az viszont nyilván azok a járulékos költségek, amit majd abból reméltünk fedezni, amit a pályázat nyújt. Nem tudjuk felhasználni, tehát ezért alakult ki ez a helyzet. Igazgató asszony, a második napirendi pontnál, tehát megint belecsúsztuk a második napirendi. Az a kérdésem a képviselőtestülethez, az első napirendi pontot, hogyha lehet, akkor tegyünk, az íre pontot zárjuk le, és térjünk át a másodikra. Tehát, hogy az első napirendi pontban az volt, hogy bemutatja az igazgató asszony azokat a dokumentumokat, azokat a szerződési bizonyokat, amit ugye kért tőle a képviselőtestület, illetve Pól Imre képviselő társam. És most ezek ugye itt vannak, amikben. Nem tudom, van-e kérdés, hogy ezekhez az előszerzéseket, illetve van-e kérdés hozzá? Nincs. Jánbor képviselő, köszönöm. Nem, csak többes száma beszél a alpolgármester úr. Én egyetlen díjbekérőt és egyetlen fellépőnek a papírjait látom csak. Valószínű, hogy csak ebben rendelkezünk egyelőre. Tehát a többit akár bármikor variálhat. Ahol szerződés van, ott nem Attila. Ezt az egyet van. Az díjbekérő. A szerződések itt vannak. Tehát ott a papír, amit elkészítettünk, ami itt van, gondolom, és itt ide van írva, hogy hol van szerződés, hol releváns. De azokat látjuk? Ahol de azokat látod. Itt. Csak nem akartuk lefénymásolni egy egész dossziét. Okay. Itt van. Ja. Természetesen ja. Megnézheted. Itt van az összes. Köszönöm. Akkor én azt gondolom, hogy az első részét az, hogy ami lett kérve, azt én azt gondolom, hogy ez csak egy beszámoló, elfogadjuk most az ezt a beszámolót, illetve ezt a tájékoztatót, elfogadjuk most, aki elfogadja, azt gondolom, készfenntartásra szavazzon, aki nem volt ellenvélemény nélkül, tartózkodás nélkül, ezt az egyes napirendet akkor lezárom. Második napirendi pont, hogy a városnak megszervezésének pénzügyi felülvizsgálata. Na most beszélünk ezekről a kérdésekről, amikben már belefolytunk. Folytatjuk kérdések, tehát elhangzott a múltkor, hogy az igazgató asszony most ugye ide tette elénk feketén-fehéren, hogy 2.424.731 forint az, amit kér a testülettől, hogy kiegészítsük. Azokkal a kiegészítésekkel, amit már a jó múltkor megbeszéltünk, hogy az a pályázati pénz, ami ott van egy számlán, már az előleg része ott van, véglegesül a következő év költségvetéseinél nem kér városnapi rendezvényre
ebből a keretből, amit minden évben adtunk. Most ez. Képviselő úr. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Igen. Abban az esetben nem kér az ügyvezető asszony a következő évbe, ha ez a pályázat átmegy. Tehát én egy kicsit mosolyogva kell, hogy fogadjam, nem tudom, hogy kínomba-e, vagy milyen, miért mosolygok rajta, komolyan mondom, mert ugyanis az első szerződés áprilisban köttetett, ami egy elég komoly összeget képvisel. Áprilisban erről a pályázatról Isten igazából még nem tudtunk semmit. Tehát nem értem, hogy akkor az ügyvezető asszony mire alapozta, még csak szó volt róla, hogy ezt a pályázatot való... Ügyvezető asszony, hiába integet, elnézést kérek, még ma sem áll rendelkezésre ez az összeg. Tehát pont ez a probléma, hogy ön egyfolytában azt mondja, hogy a pályázatra alapozta a pályázat, a mai napig nem áll rendelkezésre. Át van utalva belőle egyelőleg, de nem kézzel fogható ez az összeg. Így van, vagy nem így van? Tehát majd biztos, hogy megválaszolja ön ezt. Tehát még egyszer visszatérek arra, hogy először a pénzeszközt kell biztosítani, a képviselőtestületet kell felkérni arra, hogy biztosítsa, amennyiben a pályázat nem áll rendelkezésre, és utána lehet nekiállni a megrendeléseknek. Az ügyvezető asszony akkor nem fog alpolgármester úr jövő évben, 2019-ben rendezvény összeghez támogatást kérni, ha ez a pályázat problémamentesen átmegy. De még nem tartunk, még mindig nem tartunk ott, tehát nagyon sok indikátor és egyéb hiányzik ahhoz, hogy ezt a pályázatot valóban a képviselőtestület fel tudja használni. Még csak ígéret van rá, hogy semmilyen problémában nem fogunk ütközni, de ígéretből már van bőven. A másik dolog, amit kérdezni szeretnék, van itt egy ilyen rész, hogy sátorbérlés. Én úgy tudom, hogy 2017-es, 16-os, 15-ös mehetnék visszafelé rendezvényeken volt mindig szponzora ennek, aki ezt a sátor dolgot intézte. Most nézem, sátorbérlés, van egy 3x, 3 darab 6x3-as, 3x3-as, 129 ezer forintért. Én erre majd azért szeretnék rákérdezni, hogy ez mi. A nagy sátornak a költségvetését azért vagyok kénytelen nézegetni, mert még egyszer mondva most kaptam készhez, tehát eddig nem tudtam átnézni. A nagy sátornak a sorsáról majd valószínű beszél az ügyvezető asszony, hogy az hogyan kerül ide, illetve az hogy van finanszírozva. Nem tudom, hogy esetleg képviselő, valami más, köszönöm egyelőre ennyi, majd hogyha valamit még látok, akkor mondom. Igen, megengedi, mert több kérdés elhangzott, és meg lehet szólítani az igazgató, amire választ kell, hogy kapjunk, illetve ennyit engedtessék meg előtte, én azt gondolom, hogy ezt a költségvetést, ami itt van előttünk, ezt valamilyen formában már megkaptuk, és már harmadszor van előttünk, harmadik összeállítás ez ennek, ez a harmadik összeállítás előttünk, és vannak benne olyan pontok, amik nem változtak. Tehát vannak benne olyan pontok, amik nem változtak. Az így van. Tehát ugyanúgy azok a számok szerepelnek, mint az elsőben, másodikban, harmadikban. Igazgató asszony. Igen. Képviselő úr a sátorbérléssel kapcsolatosan feltett kérdés. Ez nem a nagy rendezvény sátorról van szó, hiszen értettem. Ugyanúgy, igen, ezek a sátrak részben öltöző funkciót töltenek be, tehát annyi fellépünk van, illetve a nagyzenekar olyan igényen lépett föl, vagy ő is egy 6x3-assal, Angéláéknak, a 20 éves Józsa Gergőnek is lesz 4 nagy csoportja, nem tudjuk elhelyezni őket a művelődési házba, mert gyakorlatilag nincsenek olyan zárható helyiségeink, annyi, ahány fellépő lesz. Ez a sátorbérlés erre vonatkozik. Az, hogy itt vannak 3x3-asok, itt pedig az, hogy az elmúlt években azért nem volt, mert a saját sátram, két magánsátram volt, amit értékesítettem, eladtam most egy hónappal ezelőtt,
Azt eddig ingyen biztosítottam az összes rendezvényen, ami a Városnap, a Majár és Gyereknap, most sajnos ezt bérelnünk kell. Tehát ez ezekre a sátrakra vonatkozik. Ahogy kérte, a nagy sátorra vonatkozóan ugyanaz a konstrukció megy, ahogy eddig is, a Pécsi Sör szponzorálja a nagy sátor, tehát arra nincsen költségünk, tehát nem jelent költséget, és ennyi. Az egy kérdése még, amit említett az EFOP-os pályázatnak, Metzing urat kértem, aki a fő pályázati menedzser, ahogy említettem is, hogy egy írásban jelezze, hogy ennek a pályázatnak azzal kapcsolatosan van-e valamilyen aggály, mi lépett föl, ő megnyugtatott, és azt mondta, hogy eljutatja a testülethez ezt a fajta megnyugtató levelet, de amennyiben bárkinek bármilyen kétsége van, szívesen áll rendelkezésére a képviselőknek, tehát meg lehet őt keresni, és rá lehet kérdezni. Április 17-én már volt tudomásunk erről a Városnapról, a Varga Éva igazgatóasszonnyal beszéltünk erről április 17-én, akkor már terveztük a 4,7 milliót, hogy esetleg annyival több lesz, vagy körülbelül annyival, most nem megyünk részletekbe, mert ugye ott az csökkenhetett valamennyivel, de nyilván ő sem tudhatta azt, hogy ez a pénz, ez a forrás, annak a lekérése, ez ilyen bonyolult. Tehát még egyszer mondom, itt mindenki csak egy kicsit, hogy is, nem vétett, valahogy nem tudta, nem járt úgy utána, és ebből adódott ez. Tehát nem kell félni. Ez a pályázat teljesen rendben van. Ebben 8 település bízik abban, tervezi az évét, a rendezvényeit, pont mi ne bízhatnánk. Akik mi vagyunk a legnagyobbak, a legnagyobb rendezvényekkel, mi hozzuk a legtöbb indikátort. Úgyhogy nagyon örültek, hogy ahogy említettem, áttettük ezt a forrást az adventi ünnepségünkre, és másképp terveztük a 2019 évet, és ebben én nem látok veszélyt. Úgyhogy szeretném megnyugtatni a polképviselő urat, hogy tényleg ugyanazzal a felelősséggel vagyunk mi is az önkormányzat pénzére, mint ahogy ön is, és higgy el, hogy én még mindig a nehezebbik oldalon ülök, mint ahogy ön, hisz én nekem kell felelősséggel vállalni ezt, és vállalom is. Köszönöm, igazgató asszony, azt, hogy megnyugtatásképpen ugye elhangzott az, hogy a kisebb sátrak bérlése miért került most sorra, mert ugye az előző években az igazgató asszony saját tulajdonát képező sátrakat eladta. Nyugtasson meg, hogy nem a non-profit KFT, és most nem olyan az IB, tehát azért nagy félreértés esélyben egy-két, ugye mosoly ugye elkerülte az arcokat, és én azt gondolom, hogy tehát a saját sátra volt, eladta a saját sátrait, nem tudja többet ugye ingyen rendelkezésre bocsátani, ezért van az, hogy bérelnünk kell a kisebb sátrakat. A pályázattal kapcsolatosan polgármesteri megkeresés is történt, várjuk a válaszlevelet, a képviselőtestület, hogyha a polgármester úr megkapja a levelet, megjön a Metzing úréktól a levél, mert ebből a témával kapcsolatosan megkeresést indítványoztunk, akkor én személy szerint fogom javasolni, hogy azonnal ismertessék a képviselőtestület tagjaival a levélnek a tartalmát. Képviselőtársam, parancsolj! Köszönöm szépen a polgármester úr, a következő kérdésre van. Ugye látom itt az Árpát, és azt ez a non-profit KFT-nek az Árpa visszaigénylésére is van lehetőség. Most szeretném az igazgatóasszonynak felhívni a figyelmét rá, hogy ez 1 millió forintos, közel 1 millió forintos ÁPA van, ami, hogy jövő nem kapott támogatást, de hát itt 1 millió forinttal idézőjelben mondom, nem ön, hanem a KT, tehát visszakapja a pénzt. Ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy akkor, ha azt a pénzt visszakapja, akkor mondjuk kevesebbet, idézőjelben mondom, kéne adni, de viszont meg kell előlegeznünk, hogy a jövő évi EPOP-os pályázat, az összes a non-profit kártyához kerülés nem kéne az önkormányzattól támogatást, ugye, mivel azt fedezi, akkor kapott 1 millió forintot idén még ahhoz a pályázat.
Köszönöm képviselő. Ez a kérdésem. Csak egy gondolatot hozzá, tehát ez egy áfa, az csak egy könyvelés technikai eszköz. Tehát Isten igazából azért egy áfára számolni és pénzügyi tervet készíteni áfa bevételre nem lehet és nem szabad. Azt gondolom, az csak egy lehetőség. A non-profit Kft-nek áfa fizetési kötelezettsége ugyanúgy van, mint áfa visszaigénylési joga. Tehát azt gondolom, hogy ha majd elkészül a mérlege, és a mérleg szerint áfa visszaigénylésre jogosult, akkor visszaigényli, annak mértékében, ahogy majd állni fog a mérlege. Bocsánat, igazgatóasszony. Tehát a Kessler képviselőnek szeretném mutatni, hogy a bevételnél mi terveztük ennek az 1 millió áfának a felét, mert úgynevezett arányosított áfára van csak lehetőségünk, mivel ingyenes a rendezvény. Tehát ha nem ingyenes volna, tehát mondjuk belépőt szednénk a Magna Cum Laude koncertjére, akkor visszaigényelhetnénk az ő egész áfáját, de csak arányosítottat. A könyvelés technikailag ez körülbelül a könyvelünk szerint 50-51%-át tudjuk, ezt be is terveztük itt a bevételnél, úgy, ahogy mondja. Tehát, hogy ezt visszafordítottuk mi, de nem tudjuk az egészet vissza. Igen. Elnök asszony, képviselőtársam parancsolja. Elnézést a rendetlenségét, alpolgármester úr, de itt azért persze, hogy közben forgott a mi gondolatunk is. Az elmúlt alkalommal 1.900.000 forintról volt szó, amit a városnaphoz kért az ügyvezetőasszony, és képviselőtársam, bizottsági társam kiszámolt, hogy a különbözet 524.700 forint környékén van. A javaslatom az lenne, hogy gondolom, hogy alpolgármester úr a múltkori számot javaslattá fogja tenni, hogy a testület ezt szavazza meg a városnapnak a megszervezéséhez. És amikor a Szociális Bizottság a civileknek a keretét osztotta el, akkor maradt nekünk abban a keretben pénzünk. És ezt az 524.000 forintot, ezt a Szociális Bizottság hozzá tudja tenni, azzal ki tudja egészíteni a városnapnak a pénzét, hogy az a 2.400.000 meglegyen. Hárman itt vagyunk most a bizottságból, hogyha egy rövid szünetet enged a alpolgármester úr, akkor mert kell róla a bizottsági döntés, ezt megtesszük, és akkor megvan a bizottsági döntés előtte. Nem beszéltem meg Vikman képviselőtársammal, de akkor kérnénk egy kis szünetet, ezt szeretnénk megbeszélni, és itt van az ezt ügyet intéző önkormányzati dolgozó, és ezt a bizottság pénzéből hozzá tudjuk tenni az 1.900.000-hez, hogyha ez befogadja a polgármester úr ezt az indítványt. Szóval javaslat képviselő úr. Mielőtt ezt megtennénk, én meg szeretném kérdezni az ügyvezető asszonytól, hogy ez a 3.322.319 forint, ami rendelkezésre áll, az valós szám, tehát elég azt a 2.424.000-et hozzárakjuk, vagy ez fog változni? Nem, ezek azért írtuk, hogy ez nem... Nekem ennyi elég, akkor az elnök asszonyra csatlakoznék, és kérném a szünetet, hogyha elnök úr elrendelni, ezt megköszönjük. Igen, mielőtt elrendelik a szünetet, azt gondolom, hogy azért még a képviselőknek felteszem a kérdés, hogy valakinek ez hozzászólni valója, véleménye, javaslata. Képviselő úr. Pillanatban még elnézést kérlek, köszönöm szépen. Én nekem valahogy nem jön össze ez a Magna Cum Laude-nek az összege. Nem azt, hogy nem tudok olvasni, meg osztani, de én úgy emlékszem rá, hogy amikor ugye idézőjelben leszavaztuk ezt a városnapi rendezvény támogatást, ugye amikor jöttek a következő, teljesen mindegy, akkor úgy én abból az olvasatból sajnálom, hogy nincs itt az a testületi anyagom, de még egyszer meg fogom nézni, hogy 1.500.000 forint volt akkori időben erre betervezve, nem előlegként, nem volt tudásra, bocsásson meg, plusz áfa. Én ma megdöbbentve, őszintén, ma mondom, nem is van drágább, hogy meg kell élni, ugye, paraszt észel, az vagyok falusi. Most itt, ezen a időzőben visszahozott régi költségvetésben külön szerepel az 1.000.000 forint plusz áfa. Hát mondjuk azért én megkérdezném most, nem, nehogy félét, csak nem rossz indulatból, 3.000.000 forintért, több mint 3.000.000 forintért idehozzunk egy ilyen jó csapatot, mert ugye azért. És az egész költségvetésnek majdnem, hogy a 70%-át ez az egy zenekar teszik. Hát
ne haragudjon már, ügyvezető azt mondja, hogy ezen el kellene gondolkodni, most nem az, ennyi erőből, nem tudom, múltkor a polgármester úrnak a szába jött, hogy nem tudom, valami neves énekes lánykáró mesét, hogy azt is ide tudnánk hozni, ezért a pénzért biztos. Nehogy félreértéses, hogy gyerekek, hát azért 3 millió, majdnem 200 ezer forintért irányítunk, és akkor a rendezvényeken, gyereknapi, gasztronómiai, egyéb tűzijátékok, de beírjuk ugye a jelentést, mert pirossal, még ráadásul be is van írva, hogy mi marad el, miért marad el, és hogy marad el. Hát köszönöm. Ezen kellett volna most nehogy képviselő úr, nem bántás. Értem, hogy miről beszél a képviselő úr. Azt mondja, éveken keresztül mindig az volt ugye a megkeresés a testület felé, illetve azokat kaptuk a lakosságtól, hogy miért nem hozunk ide neves szereplőket, énekeseket vagy együtteseket. Sajnos tudomásul kell venni, piaci alapon működik ez is. Ilyen sokba kerül. Amit megemlítettünk a múlt héten, megemlített a polgármester úr, az énekesnőt sokkal, de sokkal többek, nagyságrendekkel többek kerülne. Ennyiért fognak, hát ma, ugye itt azért vannak ebben sokkal szakavatottabb szaktekintélyek, akik tanúsítani tudják, hogy milyen drága egy ilyen együttes, aki ide jön, felvonul ide hangosítással, technikai személyzettel, autóval, hangszerekkel, tehát ez egy nagyon komoly stáb. Ennyit kérnek érte valóban, amik is szerény költségvetésünk az egész rendezvényre, ugye ehhez képest nincs 6 millió forint, és ennek több mint a felét elviszi egy ilyen együttes. Igen, ezek a tények, ezek ellen nem tudunk harcolni, egyet lehet tenni, nem hívjuk meg őket, és sokkal szerényebb rendezvényt, illetve szervezünk. Esetleg más kérdés, más hozzászólás. A javaslat az volt, hogy szünetet rendeljünk el, és edzőasszony kérdezem, hogy megtehetjük-e, hogy a törvényesség, nem szeretnénk olyan elkövetni, ami törvénytelen lenne. Megtehetjük-e azt, hogy most szünetet rendelünk el, tartsunk egy szünetet, akkor szünetet rendelek el, és akkor egyeztessünk, és utána folytatjuk. Köszönöm szépen, szünet. Ha most szünetet tetszik elrendelni, akkor kérdezném a szerzőasszonyt is, hogy erre a jogi most megbízva, hogy egy zártülést szeretnénk a zsűrűsre. Bocsáss meg még egyszer? Zártülést a szünet után. Szünet után zártülést. Tessék, szavaztam. Hát, hogyha személyességi dolgokat érint, akkor javasolni fogom, amennyiben nem, hát fölteszem szavazásra, hogy ha azt érinti, akkor szeretnénk tudni, hogy tehát miért rendeljünk el zártülést. Az okát. Mert annak, hogy csak egy zártülést rendeljek el, annak kell, hogy oka legyen. Összefüggésben van a városnapi költségvetés. Igen. Jó, ennyi elég hozzá. Úgy gondolom, nem tudom, a jegyző azt, hogy meg kell kérdezni, de úgy gondolom, hogy rendelhetünk el, érint-e személy, illetve szértet a személyeségi jogot, az információ, amit ki akartok adni zárt ülésen. Igen. Így van. Akkor annak függvényében fogjuk. Bocsásson meg, tartsa egy gyönyörű képviselő asszony. Hogyha a zárt ülést szavazunk meg, akkor én most a nyílt ülésen el szeretném mondani a gondolataimat, mert utána... Lesz még nyílt ülés. Lesz még nyílt ülés. Gondolom, nem tudom, hogy tehát szavazásra kértek zárt ülést, vagy a napirendi ponton belül kértek, akkor ez így elég nehéz ezt így most én nekünk összeadni. Az ember ugye, mert szavaznunk kell arról, mert Isten igazából, bocsássatok meg, arról kell szavaznunk, hogy ezt a 2.424.731 forintot megszavazzuk-e abban a formában, hogy megkapja támogatásként. A többi csak technikai rész, hogy a Szociális Bizottság adja hozzá a megtakarított pénzét, aminek most mondom, én nem nagyon örülnék, mert az egy keret, és ugye hosszú még az év, és eljön sok teendője van a Szociális Bizottságnak, mint minden évben. Illetve vannak olyan keretek a költségvetésünkben, amiket ugye annak idején, tehát kimondhatom, mert ugye javaslat történt akkor, amikor az autóról volt szó, és akkor én javaslatként is a testület elfogadta, a polgármestertől ez évi prémiumot elvontuk, és ott van egy 3000 forintos pénzösszeg, ami lóg a levegőben. Tehát ez nem titok, ez az a határozat akkor megtörtént, és az megvan. Na most, Nem el megmondtuk, hanem nincs még döntés.
Bocsánat, döntés született róla, hogy ebben az évben a polgármester nem kap prémiumot. Hát mert a döntés született. Ez most hogy kerül? Úgy, hogy van olyan keret, amiből, ha arra ne vegyük el, én azt a javaslatom, ne vegyük el a Szociális Bizottság pénzét erre a feladatra, hanem ugye van más pénzeszköz, amit el tudunk venni, és kérünk fel tudjuk szünetet. Használni. Szünetet rendeltem el. 5 perc. Jó, köszönjük szépen. Tisztelt képviselők, tisztelt nézők, hosszas zárt ülés után folytatjuk ülésünket, több mint egy órát zárt ülésen, nagyon fontos dolgokat érintő, pontos pontot érintő tárgyaláson vagyunk túl, és elmondhatom, hogy építő jelleggel jöttünk ki a tárgyalásból. Folytatnánk akkor a nyílt ülést a második napirendi ponttal, mely a városnak megszervezésének pénzügyi felülvizsgálata. A képviselőtársaim közül, nem tudom, hogy valaki akar-e előtte hozzászólni, mielőtt én a szavazást és összefoglalót elmondanám a napirendi ponttal kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor engedjék meg. Tehát a városnak pénzügyi felülvizsgálata megtörtént. A képviselő testület tagjai olyan határozatot hoztak, hogy a non-profit Kft-nek a beadott 2.424.731 forintos plusz támogatását támogatja, oly formában, hogy ebből a pénzből képviselői felajánlás, név szerint Pól Imre 150.000 forinttal, Jámbor Attila 50.000-rel, Tuza Julianna 100.000-rel, Keszter László 100.000-rel, Vikma József 50.000-rel, Varga Éva 50.000-rel, és jó maga, mint alpolgármesti keretből a maradék 50.000 forinttal, ez összességében 550.000 forint, és az eredeti előterjesztés, ami volt, az 1.900.000 forintos, így most 550.000 forinttal megtámogatva képviselői felajánlásból, 2.424.731 forinttal a városnak megrendezése nincs veszélyben, megrendezhető. Ezzel szemben el kell, hogy mondjuk, hogy ugye időközben megjelent a Csevegőben az az ominózus cikk, ami ugye itt van előttem, és a képviselői testület felkérési alapján közlöm, hogy azok a képviselők, akikkel az előző testületi ülésen nemmel szavaztak, ezt a megoldást találták ki, és most a városnapot nem fenyegetve megszavazták a városnapi rendezvények költségvetését. Képviselőtársaim, valakinek hozzászólása? Parancsoljon, Tarcsai Gyöngyvér képviselőasszony. Nem hangzott el itt a felajánlók között azért, mert az ő felajánlásuk a városnapnak a költségvetéséhez járulnak hozzá. Én viszont 150.000 forinttal megtámogattam a harmadik napnak a rendezvényét, ami viszont rendezvény szempontjából bele van kalkulálva a városnapba. Tehát én így csatlakoztam a sikerhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Záró szóként engedjék meg, hogy elmondjam a kedves tisztelt kozámisnyi lakosoknak, hogy ezt az építő jellegű munkát, ezt, amit most a képviselőtestület ugye előterjesztett, és ugye végül is konszenzusra jutott, ezt gondoljuk, hogy ezt kell továbbvinni, és ez kozámisnyinek a neve, és ebben van az erőssége. Köszönöm szépen a megjelenést. Bocsánat, szavazást elfelejtettük megtenni, mert zárt ülésen ugye másról szavaztunk. Szavazásra teszem föl, hogy ebben a formában, ahogy elhangzott, hogy a non-profit Kft-nek a 2.424.731 forintját ebben a formában, ahogy elmondtam, hogy a képviselők... Bocsánat, köszönöm szépen. Annyival szeretném alpolgármester úr kiegészíteni, nehogy mellé menjünk valaminek, hogy a képviselői keretből ajánlották fel, saját keretükből ajánlották fel a képviselők ezeket az összegeket. Tehát ezt kérem jegyzőkönyvbe venni. Köszönöm. Igen, azt hiszem, hogy elfelejtettem volna, de így... Semmi probléma, csak nehogy félreértéses. Tehát akkor köszönöm. Még egyszer összegezem. Tehát aki ezzel határozati javaslattal ebben a formában egyetért, hogy a képviselői keretből felajánlott összegekkel, kiegészítve a szükséges pénzösszeget, megszavazzuk 2.400 összességében így 2.424.731 forintot a non-profit Kft. Részére megszavazzuk, aki egyetért készfenntartásra szavazzon.
ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy egyhangú volt. Mivel, hogy másnapi rendi pont nincs, egyebeket nem vehettünk föl, ezért a testületi ülést bezárom, és nagyon nagy szeretettel várjuk a képviselő testület, nagy szeretettel várja a kozelmisnei lakosokat a városnapi rendezvényünkre, ami ugye színvonalában azt gondolom, hogy megint épp olyan színvonalas lesz, mint ami idáig volt, és arra törekszik a város vezetése, város képviselőtestülete, a non-profit Kft.-nek a dolgozói, hogy minél színvonalasabb rendezvényeket tudjunk szervezni, és ebből is látszik, ugye, hogy a költségvetésünk minden évben növekedett, és ehhez partner a képviselőtestület. Köszönöm szépen a figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra!